Pont itt nemrég beszéltük a srácokkal, hogyha kettő évvel ezelőtt kijöttünk volna egy olyan adással, hogy hogyan lehet keresni 20%-ot állampapírral, akkor szerintem már az első másodpercekben fölháborodott kommentekkel lennénk csendre intve, hogy ilyen őrültségről ne beszéljünk. Ma viszont ez egy teljesen reális alternatíva. Úgyhogy ma megbeszéljük, hogy mi az a három módszer, amivel egyébként ez akár el is érhető. Kezdünk. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. Pénz beszél a podcast, Kovács Máté, Horváth Attila, Magyar Zoltán, Indőáhúz. Néha egy picit így elgondolkodom a neveken, de hát a saját kívül a többiekében biztos vagyok. Egy súgunk. Köszönöm szépen. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Aki még nem iratkozott fel, az legyen kedves, tegye meg, köszönjük szépen. Lehetnek a hozzászólások is, például a mai nap témájával kapcsolatban is, ami hogy hangzik majd, csak hogy így ágyazzunk meg a. Hogyan lehet 20%-ot elérni okay. magyar állampapírral, vagy úgy általában állampapírral? Oké, okay, hogyan lehet? Ha valaki ezt már most tudja, akkor ne várja meg, hogy elmondjuk. Már most le lehet írni a komment szekcióba, hogy ő mit gondol erről. És utána hallgasson meg. És utána hallgasson meg minket de akkor kezdjük el sorban. Három dolgot fogunk itt megvizsgálni. Kezdjed Máté Léci, hogyha van kedved. Van kedvem, köszönöm szépen. Üdvözlöm a hallgatókat, a nézőket. Ugye két, vagyis hát három lehetőséggel lehet ugye 20%-os állampapírhozamot vélhetően elérni. Az első, az hát már biztos mindenki számára ismert, hallották, hogy a prémium magyar állampapír. Ez főként inkább jövőre lesz így, hiszen az MNB-nek a friss előrejelzés alapján az idei év per év átlag éves infláció az 15-19 százalék közé várható, de a piaci elemzők azért ennek a felső sávját várják 19-18 százalékot, tehát egész éves átlag inflációra. Na most ez nyilvánvalóan azt fogja okozni, hogy a prémium magyar állampapír az jövőre ugye 20-21 százalékot is fizethet kamatba. Ugye az másfél százalékot dob rá. Másfél százalékot Az az, hiszen éves ugye, átlag, az előző évi átlag inflációra. Igen. Ez volt. a kamat prémium, ugye, ami jár. Uh -huh. Ú, így van tehát, hogy ez az első lehetőség, és egyébként a múltban is volt már ilyenre példa. Egész pontosan 1991-ben 35 százalékos volt az infláció, 1995-ben pedig még mindig elég is magas 28 százalék. Arra adatot nem találtam, sajnos, hogy az állampapírok kamata akkor egész pontosan mekkorák voltak. Erről nem, nem volt adat. De viszont valószínűleg lekövette az forint alapkamat alakulását, és az viszont, majd ezt bevágjuk, megmutatjuk, hogy az Teljesen egyenértékűen vagy egy szinten arányosan mozgott az inflációs adatokkal. Tehát egész pontosan 95-ben az alapkamat az 28 környékén volt, előtte 91-ben pedig 22-21 százalék. Úgyhogy véletlenül az állampapírok is tudtak akkor a kamatot fizetni. Lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki akkor már állampapírt tartott, az legyen kedves írja meg, hogy milyen kamaton. Na, mi a másik téma? Igen, itt életkori hátrányunk van. De nagyon jók az adatok, meg így azért ez elég valószínű, hogy így van. Tehát, hogy hasonló Igen. mértékű kamatszintek voltak. Igen, és Magyarországon is azért most úgy állunk, hogy az első negyed év az 25% fölötti az átlaginfláció 2023-ban. Úgyhogy még hogyha az év végére le is megy a vágyott egy számjegyűre az mm. infláció, az még ugye nem jelenti azt, hogy az átlagot is sikerül lehúzni. Hát az, hogy az átlag lemenjen egy, egy számjegyűre, az szinte még ugye nem látjuk, amikor felveszünk az adást, hogy a áprilisi infláció milyen, de a várakozások szerint csak visszafogadtan kezd el csökkenni. Na uh -huh. most 24-2, vagy 25? 25-25. A márciusi? Aha, hát é. szerintem majd 24-gyel fog kezdődni talán az áprilisi. Igen, jó esélye 2-vel az elején, és akkor 20-al lehet. Tehát azért ez még mindig elég magasan tartja az átlagot, és már eltelt 3-4 hónap az évből. Uh -huh. nem, nem jók az esélyek, mármint infláció terén, arra meg igazából egyre jobbak, hogy jövőre összejöhessen ez a 20%-os állampapír hozam. Ugye az benne a nehéz kérdés, hogy ez tényleg majd csak akkor fog kitisztulni. Amikor, amikor már az év vége fele vagyunk, mondjuk lehet, hogy már az évnek a felénél, vagy a háromnegyedén alatt már azért egy nagyobb tétet lehet tenni arra, hogy akkor ez most meg lesz, vagy nem lesz, de az már most látszik, hogy kellemetlenül magas lesz idén is az infláció. Uh -huh. Így van, nem véletlenül vannak ezek az elemzői. Piaci szakértők elemzései, így van. Ezeket is akár majd meg tudjuk mutatni, be tudjuk vágni, és hát azt ne felejtsük el, hogy azért ez nem örökre szól, nem addig, amíg tart az állampapír, hanem ez véhetően arra az egy, egy évre, év. 2024-re. Uh -huh. Hiszen változó kamatozás, ezt sose felejtsük el. Így van. És hogyha addigra már egy számjegyű az infláció, akkor 2025-ben valószínűleg megint csak valahol egy számjegyű lehet a várható kamatozás ennek az értékpapírnak. Szóval igaz. rövid ideig, de akár elérhető a 20% jó eséllyel jövőre. Így van. van. Oké, okay, akkor megvan az első, jöhet a második. A második Forgatok, hogy ahogy összejövett a 20 százalék, az az, hogyha elkezdenek bezúgni az alapkamatok, ugye ez már nagyon küszöbön van Magyarországon is, de a világon mindenhol már így pecsegnek róla, hogy záros időn belül elkezdhetik mérsékelni. Ugye, ha csökken az alapkamat, akkor elkezdenek megugrani a meglévő kötvényeknek az árfolyamai. Volt erről szó egyébként korábbi adásokban is, meg hogyha valakit ez még mélyebben érdekel, akkor erről készítettünk egy egészen hosszú, nagyon alapos, átolzségig előadást, amit a videó leírásában meg lehet majd találni, mm. meg lehet majd vásárolni is. Hogy jöhet össze a 20%? Mondok rá konkrét példákat múltból kiragadva, mondok egy nem is annyira régit, az 2022. október és 2023. januárja között magyar állampapír, ez egy 2032-es lejáratú forintos mm -hmm. magyar állampapír, négy hónap alatt sikerült összehozni a több mint 20% hozamot. Magyar állampapírnak. Uh -huh. Ugyanez a folyamat, hogy egy, egy nagyon ilyet helyzetből, meg egy nagyon uh, rossz kilátású helyzetből visszafordult kötvénynek az árfolyama. De mondok egy még extrémebbet ennél, ami pár évvel ezelőtt történt, és amire aztán a legkevésbé gondolhatnak így a nézők vagy a hallgatók, svájci állampapírral hogy lehetett elérni? Nem 20, 32 százalékot egy év alatt 2015. november és 2016. november között. A svájci állampapír, ez egy hosszabb lejáratú svájci állampapír. Ugye ez volt az időszak, amikor a svájci alapkamat lement negatív tartományba, és igazából úgy megugrattak a kötvényeknek az árfolyamai, hogy egy év alatt 32 százalékos növekedést hozott össze. Uh -huh. Ez mondjuk egy olyan forgatókönyv, ami simán játszhat, egy ilyen időszakban, ami előttünk van, hogy csökkenhetnek az alapkamatok. Oké, okay, viszont itt nagyon lényeges, hogy ez a kötvény árfolyamán szerzett nyereség így történik meg a 20 százalék, tehát így nem van. kamat formájában érkezik meg mind a két példában, hanem a két időszak között a kötvény árfolyama 20 ot növekszik, így a befektetés értéke is ennyit nő. Így van. Ugye, amiket most igazából végigveszünk példákat, ezek, ezek mind vagy a múltban megtörtént, megtörténtek már mind a múltban, másrésztről pedig ezek lehetséges forgatókönyvek. Ugye olyat nem fogunk tudni mondani, hogy tuti fixen hogyan lehet majd elérni 20%-ot, ez majd, majd utólag fog kiderülni mindegyik forgatókönyvnél, de szerintem jó, hogyha látjuk azt egy ilyen hozam éhes környezetben, amikor már 16% így a standard, már ehhez képest keressük azt, hogy mi az, amit el lehetne érni, hogy, hogy mégis milyen forgatókönyvnek a mentén lehet ezt összehozni. Most vannak olyan állampapírok, ahol ez kilátásban van? Hogy... az összes hosszabb távú ilyen állampapírnál, hogy az árfolyamot nézzük, mm -hmm. hogy Igen, az, az, elsőt azt már beszéltük a prémiumnál, hogy hogy, de a hosszabb távúaknál, amik szerintem ilyen 10-20 éves lejáratú állampapírok, főleg amikkel mondjuk ilyen derekasabb is van, de inkább azt számít, hogy milyen távoli a lejárat, azok, azoknál ez, ez simán összejöhet. Tehát van. Van. Igen. Van lehetőség. Van. Van. Úgyhogy ugye ez tényleg, ez amit az előbb is említettem, forintos példa, az az nem is annyira régi. Ez konkrétan januárba futott ki, az, hogy összehozza ezt a 20%-os ugrást. Ez egy pár hónapos sztori. Oké, okay. akkor meg vagyunk kettővel? kettővel? Igen. Akkor érte a harmadik? Nézzük a harmadikat. Kedvenc számom, úgyhogy köszönöm a lehetőséget. <laughs> ugye ezek tipikusan a másodpiaci állampapírok, és hát azok közül is főként a devizás állampapírokról beszélnék. Ez több összetevős, több komponensből áll össze, amivel ezt a 20%-os eredményt vagy a fölötti el lehet érni. Előző adásokban, meg majd a, ebben a webináriumban, amit majd meg lehet venni, ott erről részletesebben fogunk beszélni, röviden, tömören, ugye hogyha csökken az árfolyam egy másodpiaci állampapírnak, és akkor vásároljuk, akkor egy későbbi áremelkedésnél, árfolyam emelkedésnél, amikor felértékelődik ez az, ez az állampapír, amit megvettünk, akkor árfolyam nyereségre tudunk szertenni. Közben ez a másodpiaci állampapír devizában fizet nekünk fix kamatot, akár hosszú évekre. Van olyan, magyar állampapír például dollárban, ami 19 évre fizeti ezt, de van olyan, ami csak 6-7 évre. Tehát különböző igényeknek tudunk megoldást adni, és emellé a, a harmadik komponense, az pedig ugye a forint euró árfolyamból adódó árfolyamnyereség. Hiszen ugye ez egy devizás magyar állampapír, és hogyha egy magyar ember vesz ilyet, véhetően forintban fog befektetni, és akkor átváltja azt euróra vagy dollárra, és ha a forint gyengül, vélhetően a mi meglátásunk szerint közép-hosszú távon gyengülni fog, akkor az is plusz hozamot tud adni, és hát az elmúlt 10-15 évnek a forintgyengülését nézve, és ha összeadjuk az állampapír fix kamatát, meg a kötvény árfolyamból adódó árfolyamnyereséget, akkor simán összejöhet ez a 20% feletti eredmény. Uh -huh. Ugye szerintem ebben a forgatókönyvben az a, az a szép, hogy ez nem szélsőségekről szól, hanem, hanem az arany középútról. Tehát, hogy mindenből egy kicsi jöjjön csak össze, egy kicsit nőjön az kötvénynek az árfolyama, ahhoz elég csak egy kicsit csökkenteni az alapkamatot, tehát nem az kell, hogy nem tudom, mondjuk Amerikába ötről levigyék nullára, hanem ötről levigyék négyre, mondjuk az alapkamatot, az már elég ahhoz, hogy megugorjon egy 5-10 kal az árfolyam forintnál sincsen arra szükség, hogy 20%-ot gyengüljön az euróval szemben, az ugye mondjuk 3,70-hez képes néznénk, akkor az 4,44 lenne, Igen. De, de annyi még nem volt. Persze, azért, nem. azért gyakran előfordult már olyan, hogy olyan szintekre szökött a forintnak az árfolyama, ahol még nem járt, de hogy mondjuk azért ez egy nagyon szélsőséges mozgásnak kellene legyen, hogy egy év alatt összeüljön dollárban már inkább ez, ez lehetséges, ott az egy nagyobb ívet jár be, mondjuk az a 3.30-ról 3.96-ra ugrás, és volt már uh, tavaly 2022 végén 4.36 is a, a dollár a forinttal szemben, úgyhogy az még egyébként nem is mondható olyan szélsőségesnek, de hogy, itt, de hogy ebben a sztoriban nem számolunk azzal, hogy, hogy csak a deviza a árfolyam változás hozzá ezt össze, hanem csak egy kicsit. 3 meter, meg mondjuk 400-ra, az, az nem egy ilyen elrugaszkodott. És akkor mellette még a kötvény azt, amit, amit bevállalt, ami meg van ígérve, odaadják még a kamatot is, és akkor ez a háromszor mondjuk összejön 6,5 százalék, mindenből egy kicsit csak összejön, vagy az egyikből egy kicsit jobban, a másik kettőből meg kicsit kevésbé, tehát itt igazából egész nagy a rugalmasság, hogy ez megvalósuljon, és már meg is van a befektetőnek az a 20 százalék hozam. Hát ha meg ennél még vadabbul összejátszanak a körülmények, akkor meg el lehet engedni a fantáziánkat. Mm, igen. És ennek a lehetőségnek, a harmadik opciónak a különlegessége, hogy ez csak másodpiacon történhet meg. Tehát amit a hallgatók jelentős része ismer, hogy bemegyek az államkincstárba és veszek állampapírt, ott ez a megoldás nem játszik ezt nem tudjuk elérni, mert ott nincs kötvény árfolyamból adódó nyereségünk, meg hát eurós állampapírból is csak egyfajta van három évre, tehát nem feltétlenül úgy gondolom, hogy ez lesz ott a fő irányelv az ügyfeleknek. I igen, ott ugye a legfrissebb ilyen eurós állampapírnál 2-9? 2 három évre. És ez az egy van most, mert a prémiumot kivezették. akkor ahhoz mondjuk az kéne, hogy 17 ot gyengüljön, hát az is azért már 430 körül van lenne. Igen, Mert ott nincs kötvény árfolyam gyengülés, hanem ott csak a forint árfolyam adódhat ott, ott össze. Ott azért arra, arra kell Izgulni, igen. Igen, hogy akkor nagyon, nagyon összeomoljon a forintnak igen. az árfolyama, ami ellen most nagyon küzdenek, hogy ne történjen meg, vagy legalábbis ne ilyen radikális gyorsasággal. Igen, ott nagyobb, nagyobb szorzóra tennénk tétet. Sajnos itt meg ugye szép Oszlik, ahogy mondtad is, hogy kötvényárfolyam fix kamat és a forint-euro árfolyam. Okay. Kötvényárfolyamra van valamilyen extrém példátok? Mert hogy mond, Mondhatok 5-10-20%-ot is akár, milyen extrém példa van még? Persze van, majd ezt is bevágjuk, ugye a jól ismert, többször említett dolláros magyar állampapír 2011 óta, 2041-ben jár le, ott történt ilyen esemény, és hát a hát dollár-forint árfolyama is ö, emellé tesz egy ö, lehetőséget, igen? Hát ott a, annál a kötvénynél az 12-től azt hiszem 21-ig ilyen 85% ott igen. volt az alja, fölment 180%-ig, de hát az, az konkrétan egy duplázást hozott össze. Persze, jó, persze, ezt, ezt ne reménykedjük azért abban, hogy elkapjuk az alját, meg a tetejét, így, de, de mondjuk ez, ez, a, ez, mondjuk a ez, ez a fele egy szélsőséges példa. Ennek igen a fele is sok. Én. És még van egy, ami itt van előttem pont, egy 2011-es kibocsátású 2028-ban jár le, és ott is például 2014-től és 15-ig volt egy 40 százalékos emelkedés, ha jól látom. 14-15? Igen, igen. 100-ról fölment 140-re, és utána tartotta magát egészen itt az ominózus 2021-22-es inflációs emelkedésig. Az deres, Hiszen ugye onnantól igen. bezuhant az árfolyam. Tehát az is most alatta van bőven a, a kibocsátási értéknek, úgyhogy azzal is 5-6 százalékot el lehet érni. Igen. Igen. Szerintem még egy, még egy dolgot azért megjegyezhetünk, hogyha már ilyen nagy számokkal dobálódzunk, hogy azért ezek sosem úgy jönnek össze, hogy, hogy akkor ma azt mondom, hogy megveszem, és akkor egy év múlva meg már tartom a markomat a 20%-ért, hanem jellemzően vagy, vagy a, ez a, az a növekedés indulása előtt kell már bezsákolnom, és akkor arra várakozok, hogy ez meglegyen, meg vagy pedig már megvásároltam, de nem az elején, hanem már benne vagyok egy növekedésben, és már akkor veszek bele, amikor látom, hogy ott van egy lendület. Ha mondjuk lehet voksot tenni, hogy ki melyiket választaná itt közülünk, akkor nyilván én a harmadikat, és nem azért már az a kedvenc számom. De például, ha most itt megnézzük még egy rövid kitekintésbe, hogy mik történtek ugye a, a múltba, hát emlékezzünk, hogy a magyar állampapír plusz, ami 4,9%-ot fizetett, vagy ígér most is, azért ugye mennyien álltak sorba, és mennyien vásárolták. Ezt akár egy grafikonon is meg tudom mutatni, MMB meg KS adatai alapján, és azóta ez nyilván megfordult, tehát kb. mindenki áttette a prémium állampapírba, de hogy itt az a lényeg igazából, hogy Jelenleg van olyan devizás állampapír, amiért ugyanennyi kamatot tudnak adni, sőt többet, és ez devizában van, ugye? És a forint átlaginflációja ehhez képest olyan az elmúlt 20 évben 6,1% volt, az euró átlaginflációja pedig az elmúlt 20 évben 1,9%. Per év. Per év. Uh -huh. Tehát reál nézve, infláció feletti teljesítményt, ha a következő 20 évben is hasonlóan lesz, akkor egy devizás másodpiaci állampapírral vélhetően el tudunk érni, nyilván nem minden évben. Uh -huh. Na, akkor soroljuk fel összefoglalásként, hogy mi az a három lehetőség. Kezdette az egy elsővel a prémium. Ugye? Így van sokak által is, mert. Friss kibocsátás, Én... elsőleges piac, prémium magyar állampapír. Arra ar szurkolni, hogy 2023-ban jó magas legyen az infláció. Tehát idén, tehát ez jövőre <laughs> így van. Oké, okay. tehát ez jövőre lehet egy jó hozamtermelő képességgel bíró. Második, mi volt? Második, az, hogy ar arra várunk, hogy megugorjanak a már ki ki kibocsátott kötvényeknek az árfolyamai. Ez jellemzően a kamatcsökkentések kamat miatt mm. jöhet össze. Oké, okay. és akkor volt a harmadik, amiben három komponensből lehet csinálni. Így van, a devizáknak a forint kontra euró, forint kontra dollárnak a folyamának a változása, akkor az előző példában említett kötvényárfolyamnál, és akkor hát még a kamat Még a, komat. Még a, a az egyébként nagyon Igen. magas kamatokat is. No, ez egészen egy nagy választási lehetőség. Ha valaki úgy érzi, hogy szeretne akár rajtunk keresztül ezekkel kapcsolatban még bővebb tájékoztatást kapni, akkor egyrészt a leírásban található linken lehet egy állampapírral összefüggésben elkészített webináriumunkra egy vásárlási szándékot leadni, valamit eljönni hozzánk díjmentesen konzultálni, ahol erről és akár még más lehetőségekről is szó Köszönjük szépen a figyelmet, minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.